Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2020. május 29-én, este 7:30-kor. A lakosok javaslatait várja a polgármester. Városunk kitüntető díjaira lehet ajánlást tenni. Két nap múlva gyereknap. Érdemes megkérdezni a kicsiket, most hogyan ünnepelnének. Elmarad a Hajósi Orbán nap. Jövőre rendezik meg a jubileumi 40. ünnepet. Kalocsa Városképviselő Testülete minden évben az arra méltó személyeket kitüntető díjakkal jutalmazza munkájuk elismeréséül. Az idei évben a képviselő testület tagjai, bizottságai, a jegyző, valamint a kalocsai szakmai civil szervezetek, egyesületek és intézmények mellett a lakosok ajánlásait is várják. Minden évben az augusztus 20-ai ünnepi ülés keretében adja át Kalocsa Városképviselő Testülete kitüntető díjait az arra méltó személyeknek. A rendelet szerint a meghatározott kategóriákban azok részesülnek elismerésben, akik munkájukkal, teljesítményükkel kiemelkedő eredményt értek el. Nyilván mindenkinek nagyon fontos a munkája, és mindenkinek köszönet jár érte. Az önkormányzatunknál ugye ez úgy működik ez a rendszer, hogy egy rendeletben van szabályozva különböző kategóriák, és azokat adja évről évre, hosszú évtizedekre visszamenőleg már nyomon lehet követni, hogy ki kaptak díjazást. Ez nyilván az idei évben sem marad el. A kitüntető díjakra javaslatot tehetnek a képviselőtestület tagjai, bizottságai, a jegyző, valamint a kalocsai szakmai, civil szervezetek, egyesületek és intézmények, valamint a polgármester is. Ebben az évben azt gondoltam, hogy nyilván én is nagyon-nagyon sok nevet tudok, de meg szeretném kérdezni a lakosságot, hogy ők kiket látnak, és segítsék a munkámat ezzel, szélesítsék a látókörömet, hogy akkor olyan személyeket ajánljanak a figyelmembe. Ez nagyon jól is működik, jó pár javaslatot kaptam már, nagyon szépen köszönöm őket. Május 31-ig lehet leadni a kitüntetési javaslatokat, és nyilván a meghatározott kategóriára, hogy melyik kategóriába gondolja a javaslattevő. A javaslatokat tehát május 31-ig, azaz vasárnap éjfélig várják az info@kalocsa.hu e-mail címre. Az e-mailen és egyéb módon érkező ajánlások alapján a képviselőtestület dönt majd a 2020-as évi kitüntetések sorsáról. Minden kategóriába egy-egy díjat tudunk adni, úgyhogy így fog kialakulni az idén, és ugye augusztus 20-án nagyon remélem, hogy addigra már egy jó rendezvényt tudunk tartani a városban, és augusztus 20-án kerülnek ezek átadásra. Magyarországon nem magas a koronavírus fertőzés miatti halálozások száma a lakosság számhoz képest, mondta a Szent László Kórház infektológus főorvosa, a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Szlávik János hozzátette, a halálozások és a betegség előfordulása Magyarországon a környező országokéhoz hasonló mértékű. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, de miután a betegség hosszú lefolyású, még sokan vannak intenzív osztályon. Jelenleg is ápolnak olyan beteget, aki már 4 hete van lélegeztetőgépen, mondta a szakember. A főorvos beszélt arról is, hogy az országban több 10 000 ember eshetett át a koronavírus fertőzésen, és az ismert esetek 80%-ánál is enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen zajlott le a betegség. Kitért arra, hogy több mint 1000 ember került kórházba, és több mint 500-an belehaltak a vírus szövődményeibe, hiszen a betegség nem csak a tüdőt, hanem az agyat, a szívet és a vesét is támadja, és ez a beteg alapbetegségeivel együtt végzetes. Szlávik János elmondta, hogy a gyerekek esetében a fertőzés enyhe lefolyású, 10 év alatti gyereknél nem tapasztaltak súlyos tüneteket. A hidroxiklorokin magyarországi alkalmazásával kapcsolatban közölte, a legújabb tudományos eredményeket figyelemmel kísérve úgy döntöttek, nem kezdenek beteget hidroxiklorokinnal gyógyítani itthon. Hozzátette, mivel nincs törzskönyvezett gyógyszer a koronavírus ellen, azok a terápiák, amelyeket eddig alkalmaztak, korábbi, elsősorban kínai tapasztalatokon alapultak. Azt mondta, a járvány elején az egyik malária gyógyszer hatóanyaga valóban szerves része volt a koronavírus fertőzés terápiájának, nagyon sok betegnél alkalmazták sikerrel.
A főorvos közölte azokat a mellékhatásokat, amelyeket az idős, szívbeteg embereknél megfigyeltek, Magyarországon egy esetben észlelték, és ez elenyésző ahhoz képest, hány beteg kapta ezt a gyógyszert. Szlávik János úgy fogalmazott, valószínű, hogy csak olyan betegeknél alkalmazták, ahol nem alakult ki mellékhatás. Május utolsó vasárnapja a gyermeknap. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a gyermekek helyzetére, jogaira, a jólétük érdekében folytatott küzdelemre. Tájföldön januárban, Törökországban áprilisban, Portugáliában júniusban, Németországban szeptemberben, Brazíliában októberben, Szerbiában pedig novemberben tartják a gyermeknapot. Ebből is látszik, hogy az ENSZ által 1954-ben elindított nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik. Magyarországon már a 20. század első éveiben az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezte az ilyen jellegű rendezvényeket, programokat. Napjainkban ezen a napon az a cél, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, jól szórakozzanak. Rengeteg lehetőség közül lehetett az elmúlt években választani akár itt Kalocsán, akár más városban is. Általában az óvodákban, iskolákban is készültek a pedagógusok erre az alkalomra. Volt, ahol mentőautó, tűzoltóautó, lufi hajtogató bohóc látogatott el a kicsikhez. Máshol koncertekkel, vetélkedőkkel, játékokkal kedveskedtek a diákoknak. Vannak családok, ahol ilyenkor kisebb-nagyobb ajándékot is kapnak a gyerekek. Máshol egy közös családi kirándulás az ajándék. Rengeteg ötlet van arra, hogy ez a nap más legyen, mint a többi. El lehet készíteni a gyerekek kedvenc ételét, sütijét. Néhány programot szerveznek a környéken, a szabályok betartásával az is igénybe vehető. Talán még egy-két kívánság is valóra váltható otthoni körülmények között. Hadd legyen ez a nap 100%-ig a gyerekeké. Rendhagyó gyereknapot szervez a hétvégére a Kalocsa Jövőért Egyesület. Például egy fotópályázat segítségével pizzát nyerhetnek a kicsik, és aki ügyes, az fagylaltot is kap. A közösségi oldalon már több napja látható a Kalocsa Jövőért Egyesület felhívása, amely szerint fotókat várnak a gyerekektől. A Kalocsa Jövőért Egyesület fő szlogenje idénre a szívet lelket melengető helyek Kalocsán. A Kalocsa Jövőért Egyesület minden évben igyekszik a gyerekeknek és a fiataloknak programokkal kedveskedni. Idén sajnos a kialakult helyzet miatt ezt nem tudjuk így kivitelezni, és kitaláltuk azt, hogy egy online felületen próbálunk kedveskedni a gyerekeknek. Ezek a felvételek a tavalyi gyereknapon készültek, a jelenlévők igazán jól szórakoztak a vízparton. A szervezők most olyan fotókat várnak a kis pályázóktól, amelyen például a kedvenc helyük szerepel. 12 éves korig a fiataloknak valamilyen papírra vagy esetleg aszfaltra bármilyen rajzot készíthetnek, ami kedves a lelküknek, Kalocsával kapcsolatos, és a Facebook oldalunkon belájkolják, illetve feltöltik azt szülői segítséggel. Illetve 13 éves kortól felfele egy szelfit, vagy egy képet készítenek Kalocsáról, illetve olyan helyről, ami kedves nekik. Ez szintén feltöltik az oldalunkra, és lájkolják az oldalunkat. A következőkben a Kalocsa Jövőért Egyesület kisorsol 20 főt a rajzok alapján, amit egy nyeremény sorsolás alapján 20 pizzával jutalmazunk. A jutalmakat a belvárosi étterem és a Vajasparti pizzéria biztosítja. A fotók feltöltését június 1-jéig várják. Ez mellett pedig a desszert sem hiányozhat. Erre is van egy játékunk. A Kalocsa Jövőért Egyesület oldalán van egy memóriajáték, aminek a kitöltése után egy ilyen fagyis reménysorsoláson vesznek részt, és akkor fagyit sorsolunk ki a gyerekeknek. A tervek szerint az Egyesület igyekszik a korlátozások feloldása után hasonló programokat szervezni. A koronavírus járvány miatt bevezetett óvintézkedések miatt idén elmaradt Hajós legnagyobb ünnepe az Orbán napok. A jubileumi 40. ünnepet jövőre rendezik majd meg. A pünkösdi hosszú hétvégén azonban kinyitnak a pincék, illetve a borverseny megrendezésre kerül, így az Orbán szobor locsolása idén sem marad el. Éjszakában nyúló koncertek, kézműves különlegességek, finom ételek, jó borok, nyitott pincék és pezsgő élet. Hajós legnagyobb ünnepét az Orbán napokat minden évben, május utolsó hétvégéjén rendezik meg. 2020-ban immáron a 40. alkalommal kerülne erre sor. A koronavírus járvány miatt azonban most el kell halasztani, így idén elmarad az Orbán napok. Nagyon nagy előkészületeket tettünk egészen
március közepéig, ugye, amíg el nem rendelték a veszélyhelyzetet, és nagyon gazdag programkínálattal készültünk volna erre a 40. Orbán napra az Antal József pályázat jóvoltából. Ez most elmarad. A krónikák majd megörökítik, hogy mi az oka ennek, hogy ez a jubileumi 40. Orbán nap elmaradt, és jövőre mindenképpen pótolni fogjuk. Azóta azonban nyugvó szakaszához ért a vírus, mely hatására több enyhítő rendelkezést is bevezettek. Így bár az Orbán nap elmarad, a pincék mégis kinyitnak, a családok és a baráti társaságok együtt ünnepelhetnek. Továbbá a borverseny is megtartásra kerül. Nem marad el azonban a hegyközség által rendezett borverseny, hiszen ugyanebben az időszakban szokták a bortermelők, a szőlős gazdák boraikat megmutatni a nagy közönségnek és nyilvánosságra hozni és bíráltatni, hogy milyen minőséget sikerült produkálni, tehát a borverseny megmarad. Az eredmény hirdetés követően pedig az Orbán szobor is meglocsolása kerül a jó termés és a kiváló bor érdekében, így ez a szép hagyomány nem marad el idén sem. Továbbá várhatóan a pincefalu sem lesz üres. Úgy tudom, hogy a családok készülnek ezen a hétvégén a hagyományos összejövetelekre a pincefaluban, bizonyára nagyon sok présház előtt fog a bogrács rotyogni, forogni. A 40. jubileumi Orbán napokat jövőre rendezik meg, a meghirdetett koncertekben, programokban azonban addig lehet változás. A KSE evezősei folyamatosan edzettek az elmúlt hetekben is, természetesen a megfelelő szabályok betartásával és csak egy pár evezős formációban. Most azonban már teljes erőbedobással készülnek a folytatásra és a 2020-as Dunakupára. A versenyekről a kalocsai ESE evezősei is lemaradtak az elmúlt hónapokban, hiszen a járvány miatt az evezős szövetség is elhalasztotta, illetve törölte programjait. Az edzéseket azonban folytatták a szakosztálynál, hiszen egyéniben kellő távolság megtartásával tudtak dolgozni, jó idő lévén kint a szabadban a Dunán. Akiket engedtek a szülők, azokkal a sportolókkal mi folytattuk tovább egy pár evezősben a szabadtéri edzéseket, kimondottan csak szabadtéri edzéseket, illetve most, ahol jöttek a könnyítések, így egyre többen csatlakoztak ezekhez a sportolókhoz. Nem tudom, a háttérben látszik, hogy ennek a kicsit rossz idő, szeles időjárás ellenére is ott a serdülő négy párunk edzi. A kezdőket, tanulókat ilyen szeles időben már nem szoktam leküldeni, főleg akik még csak egy-két edzésen vannak, túlevezős edzésen. Persze akadtak olyanok is, akik nem tudtak kijönni, vagy nem engedték őket. Számukra az edző ergométeres otthoni edzés lehetőséget biztosított. Kiosztottam az ergométereket, edzésterv alapján otthon dolgoztak, fénykép alapján elküldték nekem, hogy hogy sikerültek azok az edzések. Gyakorlatilag szinte ugyanazt csinálták, mint amit a többiek vizen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nekünk nem volt kiesés a felkészülésben, de mivel úgy mondom, nem is bánom, hogy egy kicsit eltolódott ez az időszak, bár nem így lett volna jó, mert többet tudtunk foglalkozni az alaptechnikákkal, illetve a technikai edzésekkel, minél jobban, szebben meg sikerült tanultani egy-két sportolót, és ez a jövőben szerintem előnyünkre fog válni. A megszerzett tudást hamarosan élesben is kipróbálhatják majd a fiatalok, hiszen néhány hét múlva versenyen szállnak vízre Németh Zoltán növendékei. Nálunk június utolsó hétvégén, tehát 27-én, ha jól emlékszem, akkor lesz az első versenyünk, ahova fogunk menni. Ugye a mi esetünkben, mivel jelenleg nincs ifi, illetve felnőtt versenyzőnk, utánpótlás korosztálynak lesz a tanulókupa versenysorozata, ahova mi menni fogunk, illetve egyéb versenyszámba is természetesen készülünk az országos bajnokságra, ami majd augusztus első hétvégéjén, tehát elsőjén-másodikán lesz, illetve azt megelőzően durván két hetente lesz egy versenyünk, amire szeretnénk elmenni és felkészülést megtenni. Jelenállás szerint augusztus 22-én hazai pályán is evezhetnek majd a hagyományos Dunakupán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes hétvégét, viszontlátásra!